Kecske ment a kiskertbe, a káposztát megette. Sies, kecske, ugorj ki, jön a gazda megfogni. Szervusztok, gyerekek! Ma a telhetetlen kecskéről mesélek nektek. Valamikor réges-régen, hegyen innen, hegyen túl, volt egyszer egy szegény ember. Volt annak három fia, meg egy kecskéje. De halljátok, azt a kecskét tám még jobban szerette, mint a fiait. Kényeztette, kedves szóval beszélt vele. Egyszer azt mondja a legidősebbik fiának. Hely, édes fiam, Pista! Fontos dolgot bízok már ma rád. Te hajtod ki a kecskét a legelőre. Térdig érő fűbe, övig érő vízbe legeltest. Hadd egyék, igyék ez a kedves jószág eleget. Úgy teszek, édesapám, mondta a legény, és kihajtotta a kecskét a legelőre. Hely, bizony térdig ért a fű, és egy patak csordogált a közelben. Na, ahogy kiértek, a kecske legelni kezdett, a legény meg, hogy ne unatkozzon, furulyázott. Telt múlt az idő, egész nap lekelt a kecske, degeszre ette magát, és mikor megszomjazott, jót ivott a patak vizéből. Este, mikor megkondult a faluban a harang, azt mondja Pista, na édes kecském, látom, jól laktál, induljunk hazafele, mert este ledik. Mentek, mendegéltek, és mikor hazaértek, hát a gazda már ott várta a kapuba őket. Édesapám, így a legény, teljesítettem a feladatot, jól lakott a kecske, jót ivott. Itthon vagyunk, meghoztam. Jó van, fiam. A szegény ember megsimította a kecskét, s megkérdezte tőle. Édes kecském, ettél, ittál, jól laktál? De a kecske így válaszolt. Nem ettem, nem ittam. Egész nap csak éheztem, koplaltam. Kül a mindenit. Te kölyök, hát mit mond ez a kecske? Hazudik a kecske, édesapám. Olyan sokat evett, majd kipukkan. Szikes földön kipányvázott, egész nap csak furulyázott, így a kecske. Igazat mond ez a jószág, Nite? Most is ott van a furulya a kezedbe, mondta az apja. Na megállj te, lusta kölyök, így bántál az én kedves jószágomban, majd adok én neked, olyat kapsz, hogy katonakorodba is megemlegeted. És jól elverte a fiát. A kecskét meg bekötötte az ólba, friss szénát vetett elé, és lefeküdt. No, másnap reggel keltegette a középső fiát. Hé, Jóska fiam, kelj csak fel, hamarjába! Máma, te viszed ki a kecskét a legelőre? De ide hallgass, jól bánjál ám vele? Ki ne pányvázd! Meg ne békjózd a lábát! Hadd legeljék kedvére! És így jön a friss vízből, ha megszomjazik. Úgy teszek, édesapám. No, Jóska felkelt, fogta a kecskét, és kihajtotta az erdő széli susnyáshoz. Új, ott is térdig ért a fű, olyan édes volt, zamatos. Ahogy kiértek, a kecske azonnal legelni kezdett. Mellette ott csordogált az erdő mellett a kis patak, ha megszomjazott, megivott abból a vízből. Jóska megpikulázott unalmába. Mikor este ledett, megkondult megint a faluban az esti harangszó. Mondja Jóska, na kecske, induljunk hazafele. Ettél-e, ittál-e eleget? Amennyit csak lehetett, így a kecske. Egyél még egy falatot. Nem bírok, megpukkadok. Na jó van akkor, ha jól laktál, akkor indulhatunk. Szépen hazahajtotta, és az édesapja ott várta már őket a kapuban. Édesapám, meghoztam a kecskét, jól lakott, ahogy kívántad. Friss patak vizet ivott. No, a szegény ember megsimogatta a kecskéjét, és megkérdezte tőle. Jól laktál, édes kecském,
Ettél, ittál eleget? De a kecske így válaszolt. Nem ettem, nem ittam, egész nap csak koplaltam. A Poncius állt. Te kölyök, hát mit mond ez a kecske? Rosszul bántál vele? Na megállj, majd adok én neked. Hazudik a kecske, édesapám, így a legény. Annyi tevet ivott, hogy egy tehénnek is elég lett volna. De a szegény ember nem a fiának hitt, hanem a kecskének. És jól megverte ezt a legényt is. Úgy elbánt vele, hogy tám még hottáig megemlegeti. Na utána a gazda bekötötte a kecskét az olba, friss szénát vetett elé, lefeküdt. Harmadnap reggel a legkisebbik fiához szólt. Na, kisfiam, Gyurka, kelj csak fel! A bátyáid nem jól őrizték ezt a jószágot, éheztették szegényt, szomjaztatták. Remélem te, nem hagysz cserben. Vidd ki, térdig érő fűbe, övig érő vízbe legeltest. Hadd egyék, igyék ez a kedves jószág eleget. Ne féljék, édesapám, úgy vigyázok rá, mint a szemem világára, mondta Gyurka. Felkelt, és elindult, hajtotta a kecskét, ki az erdőszére, a kaszállóra, ahol a legédesebb volt a fű. Ott legelt a kecske, Gyurika meg tilinkózott. Így üzte az időt. Na de, közben ám a szegény ember utána lopózott. Meggondolta, meglesi, hogy merre járnak ezek a legények, hol legeltetik ezt a kedves jószágot. És mikor látta, hogy ilyen jó dolga van a kecskének, nyugodt szívvel hazament. Na, mikor esteledett, alkonyodott, Gyurika is hazafele indult. Megkérdezte a kecskét, na kedves kecske, ettél ittál eleget? Amennyit csak lehetett. Egyél még egy falatot. Nem bírok, szétpukkanok. Na jól van, akkor induljunk hazafele. Hazahajtotta, és már őket is ott várta a kapuban a szegény ember. Megsimogatta a kecskét, és megkérdezte tőle. Na ugye, most jól laktál? Sokat ettél, sokat ittál? Nem ettem és nem ittam, egész nap csak koplaltam. Megint ezt válaszolta a kecske. Ne hazudj nekem, te cudarjószág! A saját két szememmel láttam, milyen jó dolgod van. A legédesebb füvet legelted. Na megállj, majd adok én neked. Becsaptál bennünket. Ekkor jött rá a szegény ember, hogy igaztalanul bántotta a fiait. Na haragjába, előkapta a bicskáját, s azt mondta, megállj te beste jószág, eleven ennyúzlak meg, megnézem én, hogy van-e a hasadba fű. Elkapta a kecskét, lába közé fogta, és elkezdte nyúzni. De a kecskének ez nem tetszett. Izgett, mozgott, ficánkolt, egyszer csak kiugrott. Aztán utcu neki. Szaladt árkon, bokron keresztül, mintha szemét vették volna. Meg sem állt az erdő közepéig. Na ott körülnézett, hogy hova bújjon, hova rejtőzzön el. Meglátott egy barlangot. Úgy gondolta magába, az éppen jó lesz neki. Ott majd kipiheni magát. Bement a barlangba, és már éppen szendergett volna, de akkor jött arra fele a medve. Na hát mondanom sem kell, hát ez a medve barlangja volt. Ahogy közeledett a medve, nagyokat szimatolt a levegőbe. Idegen szagot érzek. Megállt a barlang bejáratánál, és bekiabált. Hé! Van benn valaki? Jöjjön ki, ha van benn! A kecske kimekegett. Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübi-dübi lábam van, döfi-döfi szarvam van. Bele gyere, ha kedves az életed! Ő a nem jóját elcsodálkozott a medve. Hát ez meg miféle szerzet lehet? Nem mert bemenni. Ott járkált fel s alá a barlang előtt, töprengett, hogy mit csináljon, tán kéne valami segítséget hívni, mert egyedül lehet, hogy nem boldogul ezzel a jószággal. Na, éppen akkor jött arra a róka. Jaj, róka koma, de jó, hogy jöttél. Segíts rajtam,
Van benn valami fenebada, barlangomba. Űzzük már ki onnan. Legyél nyugodt, medvekoma. Majd én kicsalogatom. Oda ment a róka és a barlang szájához. Belesett, de hát sötét volt, benne nem látott egyebet, csak két parázsló szemet. Nem mert bemenni, csak úgy bekiabált ő is, hogy hé! Hey! Ó! Oh! Ki van a medve barlangjába? Azonnal jöjjön ki, mert bemegyek. A kecske visszamekegett. Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübi-dübi lábam van, döfi-döfi szarvam van. Be ne gyere, ha kedves az életed. Ő ettől a hangtól a róka úgy megijedt, hogy elkezdett remegni a lába, farkát maga alá húzta, és ott reszketett a medve mellett. Na, ahogy ezek ott vacogtak, reszkedtek, citeráztak a félelemtől, arra jött éppen a farkas. Ja, ott kacagott rajtuk. Medve koma! Róka koma! Hát ti mitől ijedtetek így meg, hogy így reszkedtek, mint a kocsonya? Jaj, jaj, farkas koma, ne is kérdezd, mondja a róka. Egy fenevad költözött be a medve barlangjába. Se a medve, se én, nem tudjuk onnan kiűzni. Na, majd én, gyáva népség, mondta a farkas nagy bátran. Megcsattogtatta a fogait, és gondolta magában, hát, ha valami jó kis csemege lesz ez neki, majd ő felfalja. Bedugta a pofáját a barlangba, de ő sem ment be. Csattogtatta a száját, és azt mondta, hé, hey, ki van oda benn? Jöjjön ki, vagy bemegyek és széttépem. Erre a kecske válaszolt. Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübi-dübi lábam van, döfi-döfi szarvam van. Be ne gyere, ha kedves az életed. Na halljátok, erre a bátor farkasnak is inába szállt a bátorsága. Azt gondolta magába, ő aztán sok fele járt, sok erdőt megkerült, sokféle állatot látott, de ilyen szörnyeteggel még ő se találkozott. Hát, már azon voltak, hogy innen jobb lesz elmenekülni, elfutni, nehogy kijöjjön. De a közeli bokorból egy kis sündisznó jött elő, és azt mondta, ne féljetek már, bemegyek én, majd én kizavarom azt a fenevadat. A sündisznó összegömbölyödött, és begurult a barlangba. Hát halljátok, olyan nagy lendülettel gurult be, hogy elérte a félig nyúzott bakkecskének a megnyúzott combjait, és úgy össze-vissza szurkálta, hogy a kecske nem állhatta. Nagy mekegve kirohant a barlangból, és úgy elrohant, úgy elfutott, hogy még tán azóta most se állt meg. Hát így volt, mese volt. Ha a kecske el nem futott volna, talán az én meseim is tovább tartott volna. Szerbusztok, gyerekek! Most következik a szókincstár. Anikó néni a telhetetlen kecskéről mondott nektek mesét, most pedig néhány kecskével kapcsolatos szólást és közmondást fogunk nektek bemutatni. Hallottátok ugye a mondókát, hogy kiskertbe ment a kecske, a káposztát megette. A kecskének a kedvenc eledele a káposzta. Itt is bement a káposztás kertbe a mi kecskénk, de nézzük csak meg, hogy ezek a káposzták milyen szólásokat, mondásokat tartalmaznak. Nézzük meg a hátulján mi van. Íme az első. Kecskét szakálláról, szamarat füléről. Kecskét a szakálláról lehet megismerni, hiszen jellegzetes, szamarat a füléről, hiszen nagy füle csak a szamárnak van, hát meg esetleg a nyúlnak. De nem is erre kell gondolnunk, amikor ezt a szólásmondást halljuk, hanem arról, hogy megismerszik az ember a külső tulajdonságairól, vagyis a külső sok mindent elárul. Vágyódik, mint kecske a zöld ágra. Tudjátok-e, hogy a kecske elég igénytelen állat?
Sok mindent megeszik, olyan dolgokat is, olyan növényi részeket is, amit más állat nem szívesen fogyaszt. De azért van a kecskének is olyan eledele, amit nagyon-nagyon szívesen fogyaszt. A káposzta mellett ez bizony a zöldág. Ha valakire azt mondják, hogy vágyódik, mint kecske a zöldágra, akkor bizony nagyon-nagyon szeretne valamit, nagyon vágyik rá. Következő. Kecskére bízta a káposztát. Mi történik, ha a kecskére bízzák a káposztát? Megmarad az a káposzta? Hát bizony nem, mert a kecske szereti és megeszi. És amikor valakire ezt mondják, hogy jaj, kecskére bízzák a káposztát, akkor arra kell gondolni, hogy valakire olyan dolgot bíznak, ami bizony nem lesz biztonságban annál a valakinél. Nem jó, ha rábízzák ezt a feladatot, vagy azt a dolgot. Úgy szereti, mint kecske a kést. Szeretheti a kecske a kést? Hát bizony nem, mert csak akkor találkozik a kecske a késsel, amikor levágják. No hát, ha ezt mondják valakire, hogy úgy szereti, mint kecske a kést, akkor arra kell gondolni, hogy bizony, nem szereti. Sőt, talán még fél is tőle. Ugrál, mint a kecske. Láttatok már kis kecskéket ugrabugrálni? Örömükben nagyokat szökkennek. Én láttam már olyan gyereket, aki úgy ugrált, mint egy kis kecske. És bizony az ilyen gyerekre azt mondják, hogy úgy ugrál, mint a kecske gida, vagy mint a kecske. A kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad. Ezt a mondást biztosan hallottátok már. Ezt olyankor mondják, amikor hát ellentétes érdekek vannak, de azért jó lenne, ha mind a két fél jól járna, mind a két félnek teljesülne a kívánsága. Vagyis a mondás szerint a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. Lássuk az utolsót. Kertészkedik, mint kecske a káposztás kertben. Ugye sejtitek, hogy milyen kertész lenne a kecske a káposztás kertben? Mit tenne? Megrágná a káposztát, megenné, feldúlná a kertet. Hát ha valakire azt mondják, hogy úgy kertészkedik, mint a kecske a káposztás kertben, akkor arra gondolna, hogy bizony csak kárt okoz. Kedves gyerekek, ez volt a Szókincstár. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kedves gyerekek, a Garabonciás Alkotóműhely műsora következik. Anikó néni elmesélte nektek a Telhetetlen kecske meséjét. Most a meséből egy állatot fogunk elkészíteni, de annyit elárulok, hogy nem a kecskét. Emlékeztek-e rá, hogy milyen állatnak a barlangjába szalad be a félig nyúzott bakkecske? Bizony a medve barlangjába. Nézzétek! Egy ilyen papírmedvét fogunk a mai alkalommal elkészíteni. Tartsatok velem! Mutatom, hogy mire lesz szükségünk. Először is alapnak kelleni fog egy papírhenger. Kelleni fog egy kétoldalú barna színű karton, olló, ragasztó, fehér színű ceruza vagy ezüst filctól, grafit ceruza, illetve tűzőgép. Akik kértek tőlünk technikacsomagot, ők megtalálják a medvéhez tartozó kis szabás mintákat, illetve még föl fogunk használni két darab mozgó szemet is. Lássunk is hozzá. Először kezdjük a medve testének az elkészítésével. A papírhengert, itt megnézitek, hogy melyik fele a szimpatikusabb, az egyik végét összenyomjuk fölül. Tehát így összepréseljük egy picit. És a tűzőgéppel két helyen megtűzzük. Igyekszünk középen tűzni, hogy majd a medve feje eltakarja a tűzés nyomát.
és megnézzük, hogy hova fog kerülni a medvének a feje. Így kb. Ide fog esni, és itt ezt a részt, ami kilóg, ezt le fogjuk vágni ollóval. Jó? Tehát a két kis sarkát levágjuk ollóval. Ha idáig eljutottatok, a medve darabjait, amiket a barna kartonból fogunk kivágni, körberajzoljuk a mintákat, és kivágjuk. Lesz neki egy pár mancsa, egy pár lába, egy feje, és egy pocakja. Ha körberajzoltátok a sablonokat, a mintákat, akkor most kivágjuk. Ha elkészültetek a medve darabjainak a kivágásával, akkor most azzal fogjuk folytatni, hogy megrajzoljuk, amit szükséges rajta. Tehát először rajzoljuk meg a mackónak az arcát, a pofiát. Ehhez használhattok fehér ceruzát, vagy akinek van ilyen ezüst színű filc tolla, azért ilyennel, hogy látszódjon. Én most ezt az ezüst filcet fogom használni. Ha megrajzoltátok, akkor a mozgó szemeket már most föl fogjuk ragasztani, hogy mire odaérünk, hogy már a fejét tesszük a testére, addigra az meg is száradjon. Folyékony ragasztóval dolgozzatok, és érdemes mind a két felületet beragasztózni, tehát a mozgó szem hátulját is, egy picit, és a papírt is, mert így jobban meg fog ragadni. Nagyon picit várunk, hogy szikkadjon a ragasztó. Ha ráragasztottuk a szemét, rajzolhatunk neki szempillákat is. Elkészült a medve feje. Lássuk a pocakját. Ez lesz a mancsa. Nagy körmöket rajzolok neki, hiszen a medvének is nagy erős körmei vannak. És végül a lába. És most már nincs más dolgunk hátra, mint ráragasztani az egyes részeket. Itt is ugyanúgy járjunk el, mint az előbb, hogy mind a két felületet megragasztózzuk. Előtte megnézzük, hogy hova fog kerülni a medve feje. Tehát úgy ragasszuk rá a papírgurigára, hogy az összetűző két kapocs az el legyen takarva. Tehát itt is megragasztózzuk egy picit. És a mackó fejét is.
rányomjuk jó erősen. Jó. Ha a mackó feje megvan, következhet a pocakja. Itt is a henger közepén megragasztózzuk. Ráillesztjük. Mivel a henger ugye egy picit domború, ez a kétoldalú karton pedig azért erősebb, ezért érdemes egy picit így rászorítani, ott tartani, hogy jól megragadjon. Most következik a mancsa és a lába. Ezt érdemes oda nézni hozzá. Tehát az egyiket alulra fogjuk ragasztani, a másikat pedig egy picit föntebb, de mielőtt oda ragasztjuk, érdemes őket egy kicsit így meghajtogatni, hogy ne. Csak így a kezünkkel, látjátok, és már is lesz neki egy kis hajlékonysága, és így sokkal könnyebb lesz majd megállítani. Ugyanezt megcsináljuk a mancsával is. Így egy picit a kezünkkel meghúzkodjuk, és már is bepöndörödik. Így. Arra figyeljetek, hogy nagyobb felületet ne ragasztózzatok be, mint amekkorán a papír oda fog ragadni, hogy ne legyen csúnya. És most már csak a lába van hátra. Itt arra figyeljetek, hogy ne lógjon lentebb a lábának itt a papír alja, mint a henger maga. És lényegében el is készült a medvénk. Jó nagy pocakos medve lett. Ha elkészültetek, már lehet is vele bábozni, vagy játszani bármit. Ha elkészítitek a medvét és lefotózzátok, elkülditek nekünk a népmese.e-mail címére, vagy megosztjátok velünk a Facebook oldalunkon, azt megköszönjük. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb is várlak benneteket.